Pénteken megérkezik Nagyatád térségébe is az eső. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Egyelőre úgy tűnik, csapadékos hétvégénk lesz, vasárnap délelőtt viszont már elvonulnak az esőfelhők. Kissé enyhül a nappali felmelegedés is péntektől, ám így is 20-21 fokos kellemes tavaszi melegben lesz részünk. Mai adásunkban beszámolunk az elmúlt napok nagyatádi eseményeiről, majd felvételről láthatják a Városi Képviselőtestület legutóbbi ülését. Az Adi Technikum és Gimnázium 6 végzős osztályának 125 diákja vett búcsút a tanáraitól és az osztálytársaitól a hétvégén. A 4 éves gimnáziumi képzés 13-an, a 6 év folyamosat 22-en, a gépészet informatika szakot 24-en, az egészségügy pedagógiát 16-an, a turizmus közgazdaságtant 22-en teljesítik idén. Az érettségire épülő szakmát tanuló osztályok diákjai pedig 28-an vannak. A zászlót megőrzésre átadom. A zászlót megőrzésre átveszem. Tulajdonképpen mi a fontos? Mi a jelen? Az a fontos, hogy önök itt vannak. Az a fontos, hogy önökhöz jöttek a rokonaik. Itt van a család. Az a fontos, hogy önök sokaknak számítanak. Az a fontos, hogy önök maguknak is számít. Az a fontos, hogy akik most önökkel vannak, azok nem azért jöttek el ide, hogy engem meghallgassanak, hanem azért, hogy önöknek gratuláljanak, és büszkék lehessenek önökre, többször is, egyszer, amikor megnézik a tablójukat az aulában, aztán, amikor megnézik, hogy bevonulnak, aztán, amikor átveszik a díjakat, aztán, amikor kilépnek az iskolába. Adjanak okot arra, hogy június végén a bizonyítványosztásról is büszkék lehessenek önökre. Tisztelt tanárok, szülők, kedves ballagók! A búcsúzkodás a legtöbb esetben nem egyszerű. Ez mindenképpen egy különleges nap, nekünk is, hiszen miután ti elmentek, mi leszünk a legnagyobbak a diákok között. Mikor itt állok előttetek, arra gondolok, hogy jövőre már mi is elhagyjuk az Adi falait, és vár minket a nagybetűs élet, amiről olyan sokat hallottunk már, mióta átléptük először az iskola küszöbét. Ti most minket megelőzve léptek ki a nagyvilágba. Mi, akik itt maradunk, megpróbálunk a nyomotokba lépni és utat mutatni azoknak, akik utánunk jönnek úgy, ahogy ti tettétek ezt. Kedves 11. évfolyam! Kívánom nektek, hogy ugyanilyen élményekkel gazdagodva lépjetek át jövőre a gimnázium kapuin, és élvezzétek, hogy holnaptól már ti vagytok a legnagyobbak. Kedves szülők! Hálásak vagyunk féltő gondoskodásaitokért, támogatásaitokért, és a tömérdek szeretetért, amit tőletek kaptunk. Most kezdődik el igazán az életünk, de azért még szükségünk van a tapasztalataitokra, a tanácsaitokra. Köszönjük, hogy eddig is fogtátok kezünk, és hogy ezután sem fogjátok elengedni. Thank you.
A nagyatádi szakképző iskola ballagási ünnepségén csaknem 90 diák haladt át a felnőtté válást jelképező kapu alatt. Ipari gépésznek 13-an, pincérnek 18-an, eladónak és cukrásznak 17-en tanultak. A gépi forgácsoló és festőmázoló tapétázó osztályt pedig 16-an fejezték be. Két érettségire felkészítő osztály is ballagott, a nappalisok 18-an, az esti képzésen résztvevők pedig 15-en. Legyen az életed utazás, haladj a felé, amire látsz, hagyd magad mögött mindent, amit cipelni nehéz. Tisztelt szülők! Évekkel ezelőtt ránk bízták gyermekeiket, hogy tudással, korszerű ismeretekkel, értékekkel lássuk el őket, amelyek a további életükhöz szükségesek. Munkánk lassan a végéhez közeledik. Reméljük, olyan fiatalokat neveltünk önökkel közösen, akik megállják helyüket a nagyvilágban, megvalósítják álmaikat, céljaikat. Thank you.
A következő percekben azt mutatjuk meg önöknek videós összeállításunkban, hogy miként készültek kézműves munkákkal, versekkel és dalokkal a 100-szor szép és a 7 pettyes óvoda kicsinyei az anyák napjára. Megszülettem, hallgattam s értettem szívének dobbanását. Ázott szemén boldogság s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám fénylő gyémántokká, változtatnám, varázsolnám. Meghallgatott, nem hagyta, hogy sírjak, szép szóval végazt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott anyám. Bye.
Lego, gazdálkodj okosan, Rubik kocka. Az idei retrónap egyik fő témája a régi játékok voltak. Ténylegesen időutazásra hívták a nagyatádiakat az idei rendezvényen, hiszen még egy időgépet is felvonultattak a szervezők. Mindemellett Bobby Ewing Mercedes autója és egy 70-es évekbeli Icarus busz is robogott Nagyatád utcáin. A régi idők emlékére május 1-jei felvonulást is tartottak a város civil szervezetei. Felszállás a nosztalgia járatra. Következő állomás a régi szép idők. Az idei retronapon is lehetőség volt utazni egy autentikus Icarus buszon. Már kora délutántól meg lehetett váltani a jegyeket. Egészen estig zajlott a városnézés a multidéző buszjáraton. Ez a busz a 60-as, 70-es évek jellemző tömegközlekedési eszköze volt az egész keleti blokkban. Ám nem ez volt az egyetlen régmúltat idéző jármű a rendezvényen. Példának okáért egy korabeli Lada rendőrautóba is belülhettek az érdeklődők. Számos veteránkocsi sorakozott fel az Aradi utcában. Az autók közül többnek is útével kezdődik a rendszáma, azaz hivatalosan is oldtimerek, veterán minősítésű járgányok. Sok embernek szemet szúratott ez a különleges Mercedes típusú jármű. Tulajdonosa rögtön el is mondja, honnan lehet ismerős. Ez egy 1973-as évjáratú R107-es, így ismerik az autós körökben. Ez egy Mercedes 450-esel. Ez egy európai gyártmány? Nem, amerikai. Ő egy amerikai gyártmány. Igen. Ez akkor ez milyen jegyeken látszik? Kérlek szépen, olyan jegyeken látszik, hogy itt tulajdonképpen minden mérföldbe, Fahrenheitbe látszik a műszerfalon. Ezt az autót igazából volt egy nagyon híres ember, még gyermekkorunk sorozatából, ez a Dallas, amit mindig néztünk annak idején, és kérlek szépen a Bobby Ewingnak volt egy ilyen autója, vagyis hát ugyanilyen, csak erősebb motorral, az övé egy tűzpiros Palonimo volt. Gábor szerint olyan érzés vezetni, mintha egy zakatoló vonatot kormányozna. Meglehetősen sok üzemanyagot eszik, 22 liter a fogyasztása. A kocsi a veterán autók délutáni felvonulásán is látható volt. Természetesen nem csak a régi járművekről szólt a veterán nap. Az újonnan átadott T25-ös galériában egész délután tárlatokat vezettek. A Nagyatádhoz kötődő képzőművészek alkotásain, a menekültábor fényképes történetén, Bertók László író életútján és a város nyomdászati múltján karózolták végig a vendégeket. A fiatalok számára egész napos játékos foglalkozásokat szerveztek a Kulturális Központ kamaratermében. Az aulában pedig retró műsorokat vetítettek. A Bertók László városi könyvtár is kapott egy külön standot. Itt a régi nyomtatványok és retro kvízjátékok mellett megtekinthető volt az intézmény saját, máig működő mikrofilmolvasója. Az 1970-es években szerezték be, akkor használták. Nem sok mikrofilmünk van a könyvtárban, jelenleg most éppen a régi nagyatádi periódikák vannak benne, 1906-ból. Kérem, mutasd meg, hogy működik. Hátul van egy bekapcsoló gomb, ezt bekapcsoljuk, és rögtön látható is a képernyőn az újság teljes oldala. És akkor azt tudunk lapozni is. Tudunk lapozni is benne, legalábbis ahogy a filmet továbbítjuk. A régi újságokat így archiváltak hely megtakarítás véget, ugyanis egy tekercsre akár egy egész évfolyam is ráfért. A régmúltat idézte fel az egyik délutáni program, a május 1-i felvonulás. A rendszerváltás előtt a munkások ünnepének ez volt a fénypontja a szocialista országokban. István jól emlékszik a régi nagyatádi felvonulásokra.
77 éve él a városban. Mint mesélte, 40 évvel ezelőtt egyszer 15 centis hó volt május 1-én. Ennek ellenére minden évben részt vettek a felvonuláson. A centrumból innét indult mindig, most is vagyunk szinte, igen, innét indult a gyülekező. Nem kértek bennünket, hogy menjünk felvonulni, hanem úgy az előírás volt, de a több ezer ember, nagyjátának akkor körülbelül olyan 7-8 ezer lakósa volt, és környező településekről is jöttek be, konzervgyár, cérnagyár, Danúvia, iskolák, intézmények, boltok, kereskedők, több száz ember, több ezer ember volt. A Kossuth utca, ahol most van a Kossuth utcában valamelyikben, valahol, ott volt egy nagy tribün. A nagy vezetőink, azok üdvözölték az elvonulókat. Utána meg kint voltunk a sportáján, ha jó idő volt, és ott volt a sör, meg a virsli osztogatás. Az idei május 1-i felvonulás új eleme volt a retrónapnak. A szervezők minden évben igyekeznek valami újdonságot nyújtani. Az én számomra ez az egyik legkedvesebb program a retrónap, talán a koromból is adódik, hogy rengeteg kedves emléket idéz a mai nap programja. Témája, fő témája az idei retrónapnak, ez pedig a játékok, a gyermekjátékok, és azok, amelyek idézik a retró korszakot, tehát Lego, kisvasút, régi járművek, autók, kismackók, és minden olyan, amivel az én korosztályom már találkozott. Hát az idei retrónap mottója vissza a jövőben, egy régi kedves filmből loptuk ezt, és hát nyilván a filmnek a járművét is elhoztuk ide a nagyatádiaknak erre a szép napra. A múlt idézés jegyében a nap egyik fénypontja a Visszajövőbe című filmből ismert DeLorean autó leleplezése volt. Ugyanis a történet egyik főhőse időgépi alakított át egy ilyen gyártmányú járművet. Ez egy rendkívül ritka autó, egész Magyarországon mindössze 4 darab van forgalomban. A műsor kedvéért ketten a film két főszereplőinek is beöltöztek. Már klasszikus film a Visszajövőben. A filmbeli időgép még repülni is tudott. Ennek kicsinyített mását a retrojáték kiállításon is látni lehetett. Egyebek mellett több tucat kis autót tekinthettünk meg a Kulturális Központ galéria termében. A kiállításon működő vasútmodelleket is bemutattak. Nem, ez nem műanyag, ez még kaucsuk szempillája. Akkor ez régebb. Ezen az asztalon állították ki az igazán régi játékokat. Ezekről már csak azoknak van gyermekkori emléke, akik legalább a 80-as évek elején születtek. Edith is közéjük tartozik. Mivel én a 80-as évek gyermeke vagyok, elég retrónak számít minden olyan játék, amivel annak idején játszottam, illetve játszottunk, van egy bátyám, úgyhogy fiús és lányos játékokkal is játszottam egyaránt. Otthon sokat társasoztunk, mint például a Gazdálkodj okosan, az egy nagy kedvenc volt, azt az egész család tudta együtt játszani. Aztán volt egy Moncsicsim, az nagy kedvenc volt, és akkoriban az volt az egyik sláger. Aztán természetesen mindenkinek volt egy medvém, a TV Maci, és az nagyon nagy ritkaság azóta, és úgy tudom, hogy azt talán egy-két évig gyártottak, és olyan nem is nagyon volt senkinek. Emellett egy külön kiállítást kaptak a Lego játékok. Ezek már a 90-es éveknek voltak a nagy kedvencei. Az egyik asztalon kalózhajók és kalózszigetek voltak láthatók, egy másikon pedig Lego mozdonyok köröztek. Itt állították ki a Lego építési versenyre nevezettek alkotásait is. Ennek eredményhirdetését is a retrónapon tartották. Szulimán Norbert. A retrónap zenés programokkal ért véget. Először a gyerekek szórakoztatására a Vattacukor zenekar lépett fel. Este pedig a színház teremben Dévényi Ildikó és Lukács Melinda Karádiás című fellépésével ért véget a Retronap hivatalos programja.
2-0-ra győzte le a nagyatádi FC a balatoni vasas együttesét a megyei labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában idehaza. A nagyatádi csapat ezzel megőrizte második helyét a tabellán. A mérkőzés összefoglalója következik. Köszönöm.